Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és újra itt van a médium. Elnézéseteket kérem, hogy múlt héten nem volt médium. Hála Istennek tudtam dolgozni, így kimaradt az, hogy előre felveszem, és akkor majd megosztódik nektek pénteken, úgyhogy most ezt pótolnám. Ugyanis, hogy akkor most egy kicsit tovább játszok a médiummal, mint ahogy szoktam. No! Úgyhogy akkor igazából ennyi lett volna a kis okozat dolog, amit el akartam mondani, hogy miért nem volt, de osztottam meg nektek fazmafóbiát, ami majd lesz következőleg is, és ha vége a médiumnak, akkor már van egy másik horrorjáték, amit szintén már még nem próbáltam, de már megvan, beszereztem. Illetve valószínűleg folytatni fogom a Green Hell-t, ugyanis a Green Hell-nek jött ki egy következő része is, amit be fogok nektek mutatni, úgyhogy én a Green-et azt nagyon-nagyon szeretem, azt hiszem az első részéből is kiderült. Jó, úgyhogy igazából, ja. Aztán lesz még, csak így elég gyorsan elmondom, még, most nem látom, de hol van játékaim között. Á, megvan Dark Occult. A Dark Occult jelen pillanatban az úgy fog kinézni, hogy egyelőre a feliratkozottaknak lesz, ám úgy értem, akik a csatornára vannak, ugye, mondjam, hát nem feliratkozva, hogy is mondják ezt, csatlakozva, inkább így mondom, a csatlakozottaknak lesz egyelőre, ami azt jelenti, hogy ők számíthatnak ugye részekre, amíg ugye, ez, illetve, hogy amennyire tudok dolgozni, mindig fogok, legalábbis most így vírus ide-oda, minden be van zárva, mi is be vagyunk, de mindegy, ez már lényegtelen, össze-vissza vannak a munkarendek, kegyetlen. Úgyhogy ezért kicsit nehezebb beiktatni a, sajnos a, mi ez, a streamet, úgyhogy de majd igyekszem ezt is bepótolni. Na de, addig is. Oké. Okay. Úgyhogy. Szóval Dark Occult a egyelőre feliratkozott, és amikor majd ők már mindent végigmentem minden részen, akkor utána a nagy közönségnek ti is látni fogjátok a Dark Occultot. Egyelőre egyébként is ez a terv, hogy azzal is haladjunk, és mert ugye ezt mindig ugye nektek streamben játszottam, de mivel nem tudok mostanában streamelni, sajnos, ezért ezt a módszert találtam ki, mert amikor van egy kis időm, akkor mindig leülök és videózok nektek, akár is igyekszem. Okés, akkor folytassuk a médiumot. Akkor. No, akkor elkezdjük ezt a csodálatot. Közben megszereztem a kontrollerem. El is helyeztem a szuszba. Mi ez a por? Vagyis nem por, ez morzsa. Várjátok, nem bírom a morzsát. Tehát. Úgy. Milyen szép fényes a hajam. Ez a sampon. Ez a szajosz. Hí! Na jó. Oké. Okay. Elmentek otthonról. De jó, hogy ez milyen fényes. Na jó van. Egyébként meg is kérdezték bentem arra, hogy befestetted a hajadat? Mondom, nem, csak hajat mostam. Úgyhogy egyre fakul. Fakulok. Na, tehát. Ki vagyok most? Thomas? Azt hiszem. This place again. Thomas, igen. But not the same time. Na, fú, nagyon hangos a játék a fejembe. Tudod, hogy meg fogok ijedni. Richard! És most izébe vagyunk, a Richardnak a fejébe vagyunk. A spirituálisos Thomasszal. Melyikkel kell futni? Aha. Jó van, lejöttem. Okay. I should be going. I'm sorry. It's all right, Rose. We can finish some other time. Fura. Richard, where are you?
Erre van valami? Nincs. Ezek a... izék... Hello? Na most merre? Jobbra vagy... Megyek a sötétebb részre. Úgy is szeretem. Na... Jó, itt nincsen semmi. Okay. Na! Itt bajok lesznek. Richard, come out! Van jobbra meg balra. Hát én most balra jöttem. Don't worry. I'll keep you safe. I'll keep you safe. Mi ez? Nem lehet megnézni? Nem. Ó, de kár. Azt mondja, ez nem vicces. Azt mondta, hogy biztonságban van. Richard! Jó. Lehet, hogy jobbra kellett volna? Here you are. Oh, hey. Állj, visszamegyünk jobbra. Már csak azért, mert hogyha ott van egy olyan dolog, amit nem vettem észre, akkor mondjuk jó lenne azt is megszerezni. Ez a futás, öcsém. Hát, hogyha gyilkos lennék, én is elkapnám se... Ja, basszus, de kellene. I'm sorry, that's all I could bring. That's all right, Richard. It's more than enough. Kaját vitt a kis csajnak. Na jó van, még nem tudom mi a helyzet, de mindjárt kiderül. Jobb szerintem. Ez a futás, öcsém, ez kegyetlen. Interesting. Hát ez a szép terep, ami itt volt, már nem igazán jól néz ki. Mármint úgy értem, hogy rezeg. Ó, itt megint lesz valami. Amúgy... Sure you're all right? I said I'm fine. Hey. Rezeg. If something happened, you can tell me. Just let me. Get the hell away from me! Megjöttem! De nagyon! Oké. Okay. Szóval kijöttünk a képből. Jó. Csak hogy most mit kell csinálni? Vissza kell menni. Mami? What's going on? Shh, listen to me, Richard. Listen to my every word. Some men will come to our house tonight. But why? What do they want? Shh, it's okay. I told them to come. Bust back. The hell is this? No! Stay away from me! Stay back! Never look for Terry, huh? Get away from me, you bastards! No! No! Let go of me! No, please don't! Okay.
Szóval előfatert azt elvitték. Én is már rég elvitettem volna. Any son of Poland who collaborates with the oppressor. Melyikkel volt ez az izé, amiket nem. Nem. Ezzel volt, nem? Valahogy fel kell égetni ezt a kakinyót. Who steals from, denounces or otherwise acts against his compatriots. Commits an unforgivable crime against the motherland. Oh, swiftly punish. Couldn't have happened to a nicer guy. De milyen kegyetlen már a szenvedéséből csinál ilyen izét. This is getting tedious. Rose! Where are you? Sorry! Mindjárt lesz. Jó sok kell nekik. Arra is el lehet menni. Értem. A kis csajszi rejtegetve volt, és ugye hozott neki kaját, meg ilyeneket. Na ugye hát a nácik elő, ugye. Időbe, be ott vagyunk. És... Rose? No, no, no! Please, wake up!
pisilni kell. She's gone! Mi ez a morgás? Nem tetszik ez nekem. You took her from me! Volt valami? Szóval semmi sem volt, azt hiszem. Csak ez a izé. Most arra nyílt meg ott valami? No! I... Help! No! Ja. Hol te meg jöttem? Úristen! This is it. Most mit kéne csinálni? Kéne vagy jó, hogy sétálsz? Is that you? Most nem vagyok sokkolódva. Jaj, mamma mia! Úgy érzek, ez a kontroller. Let's get this over with. Most mi van ilyenkor? Most nagyon-nagyon-nagyon rezeg. Most ilyenkor jó, ez jó? Vagy rossz? Vagy most mi van? Hát fuss akkor. Nem tudom. Le fogja tépni a szívem. Over here, kid.
Please, mister, I need help. The monster, it's after me. Monster, you say? And what does this monster look like? Sir, there's no time. Hurry, we have to get out of here. It's okay, Richard. Why don't you take a moment to catch your breath? Do I know you, mister? Are you one of my stepfather's friends? No, kid. I'm not planning on making any friends. I'm here just for you. What? No! Don't come any closer! Don't touch me! I'm sorry, kid. I know you tried to run, to hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you. Richard. It was pretty overwhelming at first. Thomas being like me, but different somehow. I guess I don't have to tell you. Thomas? Who the hell are you? Beast! Oh. Antony! Undead! His whole life, hoping they wouldn't find him. I gave him shelter. I gave him purpose. He could have been so much more. Instead, he chose to rot in this godforsaken place. Okay. You're him. Richard. I am what's left of him. The bleeding wound. The sap drying on the stump. All because of her. I know you, Jillian. You smell just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me because she had nowhere else to go. Where was her father then? Where were you? Oh, shut up! Stop acting like you ever cared about her! She was the light of my life, the warmth of my soul. Your soul has rotted away. There's barely anything left. No, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. I am, aren't I? You ripped me apart. You burned me down and left me in the dark. He's a fiend. A monster. Thomas, what is he? He's the one who butchers the soul, the one who breaks it. But you, yes, I know you. You can set me free. I can feel it. Please, do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me. Please. To not exist. That's all I want. So be it. Do you think she'll ever forgive me? Will you? I'm not your judge. I'm just the ferryman. Be gone.
Richard. Ugye összefoglalom, mi történt egyébként. Így unblock. Mert most jöttek információk dögivel. Had I been here before? Was I a part of the puzzle? This man, Thomas, was he a part of my own past? Milyen tök jó szem, szembe van, ilyen kék is a barnába. Wow, oké. And then something clicked. That girl. It's me. But it looks like it was taken here, at Neva. Shit. The red house. Whatever it is, I can feel it out there. Like it's calling out to me. There. In the woods. Oké, na. Egy pillanatot kérek, és összefoglaljuk. Tehát. Szóval akkor... kezdjük ott, hogy mi történt. Tehát, ugye voltunk ugye a Tomásszal, a spirituális énünkkel, a Spirit Tomásszal, bementünk Richardnak a fejébe. És ott kiderültek dolgok, tehát hogy mi történt vele régebben, stb. Kiderült az, hogy neki volt egy barátja, amit egy virágra neveztek el, Róz, ugye, Rózsa. Volt Róz. És addig ezt kiízélem, vagy. És tehát Róz az, ugye mivel éltük a világháborút, így ugye ő zsidó volt, ugye zsidókat azokat üldözték. Tehát, és elrejtették Rózt. Ő is zsidó volt, ugye. És ő vitt nekik, ő barátok lettek, és vitt nekik kaját. De aztán végül Rózt elvitték. És mindegy, nem tudom, hogy mi történt veled, de valószínűleg elvitték táborba, meghalt, mindegy. Most ezt így... Volt a Richardnak a nevelőapja, aki bántotta őt. Ezért az anyja elvitette őt emberekkel. És ugye valószínűsítető, hogy a nevelő fater ugye bánatában, mit tudom én, ugye felakasztotta magát, ugye meghalt szintén. Illetve ugye Richard, azt nem tudtuk meg, hogy mit tett konkrétan ugye Lilivel, ugye, az a Sadness-szel, a kis szellem kis csajjal, aki ugye az elején segített nekünk, meg ugye itt ott, ott. És de úgy nagyon emlékeztette őt a gyerekkori barátjára, mert őt is ugye egy virágról nevezték el, vagy hogy mondjam. Igen, és egy virágról nevezték Lili, ugye, és Róz. És ugye Rózra emlékeztette őt a Lili. De valamit tett, azt nem tudom. Mindegy. Én nem döltek ilyen turpisságok. Na már most. Aztán, amit láttuk, azt a nagy sokkezű child eatert, azt a gyerekevő szörnyet, az, mint kiderült, hogy az igazából Richard volt, a lelkéből megmaradt valami.
Tehát annyi maradt a Richard lelkéből, és nem tudott átmenni a túlvilágra, nem tudott megtisztulni. És kért minket, mint a főszereplő csajt, amikor ültünk ott a székbe, hogy küldje őt át a túlvilágra. Tehát konkrétan nem maradjon itt ebben a purgatórium-szerű valamiben. És mondta neki a csaj, hogy ő nem tudja felszabadítani, ő csak a révész, tehát ő át tudja segíteni, de az, hogy mit tudom én, hova kerül, meg hogy érted, tehát hogy azt nem ő dönti el, ő csak átsegíti a túlvilágra, azt, hogy ott onnan mi lesz, azt nem tudja. Mindegy, végül is megszabadítottuk. És ugye ezt láttuk úgy, mint a Thomas lenn, ugye ez egész történetet, ugye Thomasként éltük meg a Spirit Thomasként. És mondta neki ez a nagy dög, hogy mert azt hittük, hogy a lelkek, ugye a lelkeket valaki szétszakítja, azért nem tudnak átmenni a túlvilágra, tehát nem tudnak átkelni. Vagy igazából vagy azért nem tudnak átkelni, mert ugye van valami dolguk ezen a föld, vagy úgymond ez a létsíkon, de azon kívül, tehát valami szétszakítja a lelkeket, és ez a nagy valami azt mondta, hogy Thomas az, aki szétszakítja. Szóval lett, és ki az a Thomas, azt nem tudtuk meg, mert azt nem is mondta el. Na mindegy. Tehát itt nagyjából ennyi a tört. Ja igen, és akkor a csajszí kiderült, hogy mikor lehajolt, ugye láttátok, hogy felvett egy fotót, ami mondta, hogy ő van kiskorában. Tehát kiderült, hogy tehát ezt a Nivában, itt ebben a szállodában készítették róla ezt a fotót. De igen ám, és mondta ez a nagy szörny, amit ugye Richard megmarad lelke, mondta, hogy Nivá. Tök jó. Mondta, hogy köszöni a lánynak a piros házból. És a... How is he? No, don't put him on. I'm still at work. Just tell me if he's okay. All right. Tell him I'll be back soon. This one felt subdued, like if someone lit a match in a giant freezer. Okay, tehát, csak szét akarok itt is nézni, mert azért sose lehet tudni, ugye tudjátok, ez érdemes. És ugye, mivel mondta, hogy itt van a Choice-i, a piros ház, köszöni a lánynak a piros házból. Tehát ez a Richard, ez valószínűleg akkor ismerte Marianne-t. Semmi sincs. És mert ugye ezt tudjuk, hogy a Marianne ugye az... ugye őt örökbe fogadták. És ugye valószínűleg azért volt neki róla egy fotó itt ebben a szállodában, mert a családja itt élt a szálloda körül valahol, az eredeti családja. De ő ugye nem emlékszik rá, tehát neki van egy ilyen kis emlékezet kihussanása. Újranyitás, renoválás, hát nem jött össze. Ott valami tűzég. Oda kell menni. De jó. És ugye... Néva. De jó. Hát az... Ja. Yeah.
Niva Természeti Park. Így egyszerűen lenne olvasni. De akkor csak így nézem, hogy mi az, nem látom. Ó. Oh. Niva Természeti Park. Királyul hangzik. Na, és akkor szóval az eredeti családja valahol itt élhetett, meg ő is. Aztán azért készült róla a fotó be a szállodában, mert valószínűleg a családjával jártak a szállodában. És ennyi igazából azért. Valahol itt lakhattak a piros házban. De mivel nem tudjuk, hogy mi egyébként, hogy mi a helyzet velünk is, tehát hogy azért ez így érdekes. Fordulatot. Most merre? Jobbra vagy balra? Basztikuri. It sounded familiar somehow. Something from my early childhood, maybe? Was it even a place? Or something else entirely? Ez milyen jól néz ki? Hagyjál már. De megint elmegyek, pont arra az útra, amely menni kéne, de nem akarok arra menni. Ah, jó van, nem megyek arra. Mert nem azért, mert mindent fel akarok fedezni. Nem a szopa? Jó. Ja, hogy akkor az is arra vezetett volna. Jó. Jó, mi jól elmentünk akkor arra. Mindig valahogy kiválasztom a... idézőjelesen kiválasztom a jó utat. Hát csak itt egy kört tettünk volna. Aha. Jó van, ért. Jó van, nem baj, inkább nézek széjjel. Nem volt semmi. És akkor... Tehát ezt kell tudni, vagy már kezdenek összefűződni a szálak, hogy mi a helyzet ugye ezzel a szállodával. Már azért vagyunk mi is itt. Igazából ide hívtak minket, de... Wow. Gyerek, ez nagyon jól néz ki. Tehát ha valakinek van lehetőség ez a játékkal játszani, ez nagyon jó. Jó, ez a kamera nézet nem. Ja, és hogyha nincsen kontrolled, meg se próbáld. Tehát... Nem. Na mindegy. Tehát valahol itt lakott a csaj. Állj. Another one. It looks like it rotted from the inside. Valami kiszívta belőlük az életet. Na ugye volt egy másik, amit már találtunk egyébként. Ó, nem tetszik ez nekem. Kezdődik. Ó, ma megint. Ó, gyereke. His animals. They look used up. Like something sucked the life out of them. Nem. Rezeg a kontroller, halad, ettől is betoljok. Ne csináld. Jó Istenem, már kezdődik. Már megint egy bejátszás. Ó, itt megint az a mavizé. Hát összepisálom magam.
Oh, God. You scared the shit out of me, little buddy. What you got there? Oh, hey! Wait! Foladatok. Jó van mindjárt. Hova követem? Kempinghez. Jó van, megyek már. Ah, van egy kutyám. There I was, following my new best friend, hoping he wasn't as lost as I was. I remember thinking he could lead me to his owner. In a way, I guess he did. Juhu, kutyus! Kutyus! Van egy kutyim! Milyen cuki! What is it, boy? Shaving tools? Towels? Grease? Everything an elegant Sasquatch needs. What's wrong, buddy? Ah, let's see what we got here. Yummy! Kutya kaja! Ja, várjál már. There you go. Eat up, champ. Ah, ott lehet kérni kajcsit! De jó, hát nem volt sok. Jó, majd csak szét akarok nézni. Hold on, boy. Just need to check something. Oh, it's just clothes. Left out to dry in the middle of the woods. I know, right? Kutyus! Mindegy, azt itt akarok nézni az erdőbe. Szét kell nézni. Hol van már? Anyone in there? Ó, megint bejátszás gyerekeket. Én itt... Ó, nem hiszem el. What's wrong, boy? Is someone in there? I'm sorry. I'm so sorry. Hello? I wish I could see you again. I miss you so much. Why did I stay? Why did I let it out? They're all dead. Because of me. And I'm still here. I shouldn't be. Hey. You all right in there? You shouldn't be. I can see you. And that means it can see you too. What else did you expect, Marianne? Azt is elkaptasz. Drained. Rotted out from within. Just like those animals I saw earlier. I think that's him. After they closed down the resort, did he just stay behind? What is it, boy? Was he your friend? Neither.
lehet ennek a... embernek is kompec. Easy boy. What is it? Oh god. It's that thing again. What? No! Stay! Nem. Kéne futni! Ó, oh, mamma mia, nem áll! Fuck! Atya, Úristen, Jézus! Gyere le, Úristen! Úristen! Nem tudok így futni! Jézus Isten, gyere le!
You're not him. You're not him. Where have you sent me? I've helped you pass on. I shouldn't be here, Maria. It's all your fault. Jack? It's too late, Maria. Most különben igazából azon, hogy őt hibáztatja, hogy nem küldte át a... Mindennek vége. És ugye mi elküldtük azon az úton, hogy alátküldjük a... Na ne. Na ne már. In me! Úristen, gyere le! What did you do? Most a Remi! Menj már át! Hold it for long. Move your ass. Ja, nem jó. Mi nem jó. Semmi nem jó. Átmegyünk, átmegyünk a lukon. Oké. Nem megyünk át a lukon. Jó, hát nem tudom mi van. Valami infarktust kaptam. Te Jézus, Szent Mária, József. Oké. Ezt tudjuk, hogy mit kell csinálni. Ezt kell húzni. Jó, kihúztuk. És akkor most mi van? Semmi. Oké, most lesz jó. Pitty. Pick. Nem. Oké. Okay. Fú, tudtam, ez villog ez a rohadék. Ott kaptam majdnem szívinfarktust. De most tényleg. Hú, már vakarózok, olyan ideges vagyok, hallod? Széter az ideg. Nem ezt a játékot. Amúgy de szeretem, csak... Miért ijeszke? Micsoda? Generator. Wonder if it still works. Ja, az ne kell bele valamit. Of course it doesn't. I think it's at it. Locked down tight. I think there's a lever missing. Mi? Csoda, mindent én hozzak? Természetesen. Nem tetszik ez a nagy dög, mert megint itt van egyébként. Nem vagyok, ami túl boldog. El tudtam volna képzelni nélkül is mondjuk a játékot. Ez a kamera nézette. Hű!
Why don't you come down? Come on, it'll be fun. All your friends are here. Fogyatékos. És hogy menjek le, hogyha ott van a generátornál az a szutykadék? Oké. Semmi baj, mi arról megoldod? De persze megoldod. Ting 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 csúszkálunk, kijátszom a játékot. Ting 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 ting. Mert itt nem lát, itt csak hall. Azokat a izéket kéne onnan, azokat a varjakat kéne valamit csinálni velük, de hogy mit? Thing in my way.
send him here? Why, oh, why? He must have done something really nasty. Okay. Okay. At least this could come in handy. Még egy dolog kell, van benne izébigyó. Összeszedtük a belevaló cuccot. I'm almost back at the generator. Pedig ezt nem hallotta meg semmi. Én nem megyek arra. Én erre megyek. Én félek. De most már mehetek arra? Tudod, hogy arra kell menni. Jó van, halljunk meg! Ha már jók voltunk. Az a lényeg, hogy kiütöttük őt egy ilyen... bizével. Generátorral. God, I hope this is over. Töltött a játék, szóval tuti lesz itt még valami. Nem olyan könnyű ezt a csicskát legyőzni. Hey, hello. Kijöttünk a nap végre. Habár itt is utánunk jön, szóval olyan tök mindegy. Hallottátok? Én hallottam. What is that? Sounds like... Fuck. Sadness. Azaz Lily. Sadness. Sadness, is that you? Oh, hi, Marianne. Did you find what you were looking for? I was hoping you could tell me.
Sadness. I need you to focus. Think back to as far as you can remember. What do you see? Is this a game? I'm afraid not, hon. This is important. Listen. I know what Richard did. Was he the one keeping you here? Marianne! It's okay. I've sent him away. He's gone forever. Lily. Lily? Lily. That used to be your name. Do you remember? All that's happened. Your father. You remember him? I remember. Mommy. Oh, she was so pretty. But so sad. Just like you. It must be nice to remember your mommy. I never met my parents. Tényleg, balesetben haltak meg a Mariannek a szülei a tűzben, és azért van ő is, tehát ő is megégett, és azért van neki is hegei. I know what that's like. Ever since my friends. This is a lonely place, Marianne. I shouldn't be here. Maybe you'd be better off somewhere else. Maybe I could send me away? No, Marianne. I can't leave. Not yet. But why? Aren't you afraid of the monster? Doesn't need me anymore. It wants you, and when it breaks you, when it puts you on, it'll finally be able to leave this place. But it will never be full. It will never stop killing. Then let me send you away, so we can both leave. Now that you remember who you are, I can... No, Marianne. It's not just about me. It's you. You have to remember. The dream. The fire. The red house. Wait! No, what is the Red House? You were there, Marianne. With me. You were always with me. I'm so sorry. Lily? Gone. Just when I thought I could finally send her away. Oh, Thomas? Wow. I really hope you're still out here. Because I'm running out of options. Azért ez elég kemény. Azt kell mondanom. Wow, mennyi minden. Jó. Cigaretta. Yes.
Ó, másikat nem lehet fel. Mindegy. All right, Richard. It's just you and me. We're gonna have a nice chat. Hey. Hey! He really messed you up, didn't he? In ways no one else could. He tried to get to Richard, too. Didn't realize he was no longer there. Now, here's a hard-working man who could probably use a well-deserved smoke. It's Francis, right? Excuse me, but, who are you exactly? No, just a guy looking to do the right thing. I imagine some would call me a patriot. Are you a patriot, Francis? Patriot, huh? I imagine others would call you something else entirely. Okay. Itt vannak bent ilyen cuccok, viszont itt kint is. Mint oda kell rakni, hogy működjön. Jó. Are you looking for this little girl? I'm sorry, but, Father doesn't like it when I talk to strangers. Smart man. He's the manager around here, right? Would you happen to know where he is? I'd love to have a word with him. Go away! Or I'll scream! Clever girl. Okay. Thomas. You were here. This was your place. Ezt kell oda rakni. Legyen energiánk. This looks like it could lift a pound or two. It's missing a handle, though. Igen, keresd, be kell keresni a pumpálóját. You're one to talk. This was your bright idea. No, they're already on to us. That son of a bitch is one of them. I can feel it. Fine, we'll make sure. Come on. It's almost dawn. One of them? Who are you running from, Thomas? What the hell happened here? July 27th, 1983. The Gemini case. The investigation is moving along, but I think Rekovich is starting to suspect something. Need to move fast. Tonight's the night. So they knew about Thomas. But how much, exactly? And who the hell were they? Out. Okay. There's something under that engine. If only I could lift it somehow. Hát jó. Akkor ezt ahhoz nincs elég energy. Ahhoz szerezni kell, hogy kiszedjük, hogy ott ki lehessen menni. Akkor majd adunk neki egy kis energy-t. Igen. Na. The spark's too weak to absorb. Tudom. It's like it's missing something. Tudom, hogy hiányzik valami, véletlen volt. Nem azt a... The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Tudok ilyet.
az X kell. Az X, és most ez. Na. Ah, kombinációk. A. Feletünk töltve energivel. Tehát a lány, ugye ez Lily, az a sadness, azt nekünk kell emlékeznünk a dolgokra, úgyhogy tök jó. Köszöntjük. De várj, itt van az ajtó. Okay. Jaj, jó, vissza kell menni. Nincs ott semmi. Oké, ezzel még kicsit elszenvedek. Ez már megvolt. Felszedtük. Ezt is. Természetesen. Poroltó, hát szívás. Power's out. Ah, it's funny, it's funny. Oh, hey, a eunuch. Someone's got good taste. Semmi nincs itt. Akkor mit tölteni? Fel a dolgokat. Ott van ez a bigyó. De azt nem tudom kiemelni, még így ezt nincsen bekapcsolva. Az a generátor viszont. Tényleg, hát ha jöttek a generátor egy kis löketet. Így nem lehet adni? Vagy itt ennek, nem tudom. Nem. És ennek... Jó, van, már nem kell feltöltődni. Ott fönt van valahol. De vajon hol? Kéne fölmenni. Lemenni, nem áll. Ja, hogy itt vele alsó részen is vannak dolgok, várja. Nem.
Már értem. Ó, és itt kellett volna az a nyomorú generátort megszexualizálni. Jó, csak elfogyasztottam a izét. Mindjárt. Oké, okay. Jók vagyunk, jók leszünk. Egy kis bénázás. Egy-kettő bénázás belefér. Jó van. Milyen szép házi dekoráció. Halloween-ra készülnek, úgy látom. Azon, hogy csak a felsőt néztem, az alsó rész, ahol van a kamera, és az teljesen nem. Ezt teljesen ki is hagytam az életemből. De most... Azt írt, hogy nyomj meg az A-gombot. Én megnyomtam. Végülse. Menjünk. Le. Csak felemeljük azt a bígyót. De először egy kis életszívás. Mehetünk is. Egy kis energy. Így-ni. Power's out. Mi? Power's out. Ezt most nem értem. Hát de hát hogy? Hát fönt bekapcsoltuk. Nem értem. Shit. The thing's unstable. I can't keep it running for too long. So, rájöttem. De van elég energiám amúgy? Igen, egy löketnek mi lennie kell. De ugyan. Ennyi. Ki így alatta. Hát jó van. Ennyi szenvedés. The Red House?
It was then I knew. This was the place. The answers were right in front of me, buried among the ashes. There's gotta be something left. When you hear them squeal, when you smell their bodies burning, you'll tell me everything. You beg me to listen. God. There were children inside. Was she? Was I? Aha. Ah. Basta, itt lakott Marian is. És itt égett meg. Sőt, 100%. Goddamn freaks. You think you're so special? You'll burn just like the rest of us. Jesus. Who the fuck is that guy? Aww. Die. It's what? Csak én halucináltam, baj volt. Na mindegy. Kemény, az itt egy gyújtogatás történt, kérem szépen. Okay. Let's see who you really are. Fuck. Locked up tight, huh? You wanna give it a go? Be my guest. Nah, this one's all yours. I'd like to think I'm more of the brains of the operation. Yeah, I got an idea. Why don't we... or that? Yeah, word two, I guess. Right. What do we have here? Fuck. I knew he was trouble. Security service. That shit. That's no way to talk about a government agent, comrade. Okay. Ugye összefoglalom, mi történt. Jó, csak ennek menjen le a vizéje. Ezt mindent elmagyarázok gyorsba. Wake up, comrade. Socialism ain't gonna build itself. Fuck. You don't know who you're messing with, kid. Oh, but I do. I've spent a lot of time getting to know you, Thomas. In fact, you're kind of a pet project of mine. Oh, yeah? What's my speedo size? Funny guy. Oh, I love this one. You like it too, comrade? Fuck you. Let's play a game. It's called What Makes Thomas Tick? So, the Nazis found you in Warsaw when you were, what, 3 years old? Oh, they were gonna kill you, but they didn't. No, they saw your potential. And wanted to harness it. But then... poof. The war's over.
In comes the heroic Red Army, and... they locked me up for years. Fucking savages. They do important scientific research. Ooh. A spiny folk. Find out what it is that makes you special. And what is that exactly? Ask your mom. You enjoy it, don't you? Hurting people like those scientists. What were you? 18? I saw the photographs. I know how to make a man hurt, but I gotta say, I was impressed. Stick around. I'll give you a live demonstration. And there you were. Free at last, but always on the run. And look at you, you almost made it. But you had to use this power of yours again. And on who? On your best friend, Richard. You had it coming. Yes! I know, you wanted revenge, I understand. I would do anything for my child, too. Whatever it takes. Leave my children out of this. Children. Yes. How much pain would you endure to keep them safe? What would you sacrifice for them? Your freedom, maybe? Let me go, you piece of shit! That's what I thought. I'll let you go. But first, I want you to tell me all about these powers of yours. Then earn it! Come on! Enough of this sissy shit! Hit me! I thought you'd never ask. Get some rest, Thomas. The next time you wake up, the real pain begins. Nah. Wake up, sleepyhead. Time's running out. What did you do? Here. See for yourself. No! You sick fuck! Let me out of here! Let me out! You're still in there, Thomas. Will you show me now? I will, Conrad. Jó. Nem jó. Fucking finally. I thought he'd never give us a chance. Okay. Gotta move fast. Thankfully, this place has a way of messing with the time flow. I still got a chance to save them. Na. Szerintem itt fogom majd folytatni a következő részt, de gyorsan összefoglalom. Úristen. Okay. Hogy mi történt? És hogy mire gondolok én? Mire következtetek így ezáltal? Oké. No, akkor lényeg az, hogy mikor az elején találkoztunk ugye Lilivel, az a Sadness-szel, akkor beszélgettünk vele, és mondtuk neki, hogy most már ugye megnyugodhat, stb. Meg ilyenek. De ő mondta nekünk, hogy ugye Maura gondoltunk, és ami ugye ez az a molylepke ember. És ugye már nem akarja őt már megszállni.
És mondta, hogy nem őt akarja megszállni most már, hanem most már hát végül is nem akarja őt megszállni, hanem Marianne, azaz minket akar, mert hogyha minket száll meg, akkor ugye át tud lépni a fizikai világba teljes mértékben. És amit találtunk ott csávót a sátorban, ami halott volt, azt is megszállta, de hiába, hiszen csak az a lelkét, hogy a másik más világon, tehát csak a lelkét tudta baszkurálni, ezért ugye rohadt el a test, ami benne volt. Viszont ugye Marianne-be, azaz bennünk, viszont a úgymond minket száll meg, akkor ugye mi mind a két oldalra lazán járkálunk, szóval mi médiumok vagyunk, és épp ezért akar minket, milyen speckós médiumok vagyunk. Na már most, aztán ugye találkoztunk utána ugye Lilivel, ugye azaz Sadness-szel, ugye beszélgettünk vele, és ő mondta nekünk, hogy azért akar minket. Aztán ugye a Red House az, ami ott égett, amit láthattunk. Ott laktunk, és ez a csávó, ez a man, akiről kitűnt, hogy Francisnek hívják, és Thomasszal verekedtek, vagy igazából leütötte Thomas-t a francos, oda kötözte a székhez. Ez már egy csomó ideje, az érkezett a Niva Hotelbe is, már ott is voltak már utaló jelek, csak nem tudtam, hogy most nem tartottam fontosnak, mindegy. És ott is voltak ilyen beszélgetések, és itt ugye kiderült, hogy egy csomó helyen ugye ez már nyomozott, ez az ember, és ez ugye egy titkos szolgálat embere, vagy ami hasonló lehet, és kutatja úgymond azokat az embereket, akik különlegesnek mondják magukat, de nem tudják, hogy milyen különleges, ami különleges képességük van, különleges erejük. És találkozott Lilivel, az a Sadness-szel, és kereste a faterját, és akkor ugye mondta, hogy ez a Francis, ez a titkos ügynök, és mondta, nincs itthon, szóval lehet, hogy Thomas az apja Lilinek talán, vagy Franz se tudja, mindegy, és ugye oda kötözte ez a titkos ügynök, ez a Francis a székhez a Thomas-t, és ugye mondta neki, hogy az igazi fájdalomra fog ébredni majd, ami majd következik, ugye és felgyújtotta a házat, tehát ugye ott voltak azok a gyerekek, vagy valami, vagy emberek, gyerekek, akiknek ilyen különleges képességük van, ugyanúgy, mint Thomasnak, Marianne-nek, stb. Szóval még az a kérdés, lehet, hogy Thomas, ez az én spekulációm, lehet, hogy Thomas az apja nekünk, azaz Marianne-nek, meg akár Lilinek is, és a tesónk a Lili, na mindegy. És ugye ezt akarta direkt a felgyújtás, a ház felgyújtásával akarta előhozni Thomasból a képességét, már nem tudta mi a képessége, csak ami képességét, hogy lássa, hogy Mizu. És most itt vagyunk ennek a Francisnek a fejében ismét, mint a Richardéban voltunk. Úgyhogy most ugye itt ez a hely. Jelen pillanatban ez a sok aktás, ez a piros hely, a Francis, ennek a fejében vagyunk, ha jól sejtem. És ugye hát előcsalogatta végül is Thomas igazi erejét, úgyhogy csinálunk zűrt a fejekben. És igazából... All work and no play, are you, Henry? All right. Let's see what makes you tick. És elméletileg még meg tudja esetleg menteni bent égett embereket, mert ezen a helyen ilyen időmanipulálást tud csinálni, vagy mi a jó tök. Hát jó. Érdekes, mindesetre innen fogom folytatni, mert a játék ugye innen csinál egy mentési pontot. Úgyhogy
Közeledünk az igazsághoz, közeledünk az igazsághoz. Igazából. Jó, hát akkor... Na. Hát igazából én remélem, hogy tetszett nektek, mert nekem igazából most már kezd összeállni a sztori egyre jobb, de még van mit megtudnunk, úgyhogy, de majd a végre biztos összeáll a kép. De én nagyjából majdnem biztos összeállom, hogy a Tomás szerintem a Lilinek is, és a, azaz a mi apánk is, és lehet, hogy Lili a tesónk, vagy nem tudom, valami hasonló ilyen össze, vagy nem. Lehet, de nem biztos. Lehet, de nem biztos. Mert a Tomás legjobb barátja csinált valamit, a Richard csinált valamit a Lilivel. Tehát a Lili csak a lánya. Á, én már nem tudom. Mindegy. Majd kiderül. Oké? Okay? Úgyhogy hát remélem, hogy tetszett, és hogy így kicsit hosszabb videó is bejött nektek. Úgyhogy innen fogom folytatni nektek a következő epizódot. És elnézést kérek a múlt hét péntekért. Ezt remélem, hogy most ezt kicsit elegendőnek tartottátok, ezt a kompenzálást. És találkozunk legközelebb is, és remélem, hogy hasonló izgalmas részekkel fogok hozzatok érkezni. Ha még úgy vagy esetleg a csatornán, és látod ezt a videót, és úgy gondolod, hogy talán megérdemlem a feliratkozást, akkor ne felejts el megnyomni a feliratkozás gombot, vagy ha szeretném esetleg más hasonló tartalmat látni, akkor nyugodtan böngész csak a csatornán, van egy-kettő jóság esetlegesen. Illetve, hogyha mondjuk jövőben szeretnél értesítést is kapni, ugye a videókról, amit feltöltök, és már fel vagy iratkozva, vagy ha még nem, de akkor megnyomod a feliratkozás gombot, akkor a kis csengőt is érdemes megnyomni, hiszen a csengő nélkül nem fogja neked jelezni a YouTube, hogyha igazából bármit feltöltök a csatornára, úgyhogy a csengő nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy találkozunk következő hét pénteken, remélem semmi sem kavar bele a levesbe, úgyhogy ja, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!